Amikor hosszabb kihagyás után tértem vissza dolgozni, akkor a legnagyobb nehézségként én is azt éltem meg, hogy egy kicsit kimaradtam, egy kicsit talán kikoptam a hazai és a nemzetközi kutatási véráramból. Tehát számomra is nagyon fontos volt, hogy megpróbáljak ide visszakerülni, szakmai kapcsolatokat építsek ki. Most ez valóban rendkívül nehéz akkor, amikor az embernek gyerekei vannak, főleg, hogyha kisgyerekei vannak, hiszen akkor nem teheti meg azt, hogy hosszabb időre egy külföldi tanulmányútra menjen, vagy heteket konferencián töltsön. Jól lehet, ezek lennének a legkézenfekvőbb módjai a szakmai visszacsatlakozásnak. Ebben az esetben nagyon fontos a kreativitás. Tehát, hogy próbáljuk meg innovatív, újszerű módon szakmai kapcsolatokat építeni. Ha én a saját társszerzőimre gondolok, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy velük tulajdonképpen az interneten keresztül ismerkedtem meg, gerilla marketing módszerekkel. Tehát azokat a kutatókat megkerestem e-mailen, akiknek érdekes és inspiráló cikküket olvastam, és megkérdeztem, hogy esetleg lenne kedvük velem együtt dolgozni. És hát itt nyilvánvalóan nagyon sok kudarc és nagyon sok visszautasítás is ért, de mi nagyon fontos, hogy a nap végén olyan társszerzőket találtam, akikkel nagyon jól tudok együtt dolgozni, és még fontosabb, hogy a tudományterületem kiváló képviselői. Még egy érdekes dolog van, amely ezt az összehangolást segíti, az pedig a fókuszálás. Tehát itt arra gondolok, hogy ha valaki egy hosszabb kihagyás után jön vissza egy munkahelyre, és van otthon 2-3 gyereke, akkor egész egyszerűen föl kell ismernie azt, hogy minden nem megy egyszerre. Tehát kénytelen fókuszálni és meghatározni azokat a pontokat, azokat a szakmai fókuszpontokat, ahol ő jól szeretne teljesíteni. És ez természetesen azzal is együtt jár, hogy kényszerű valaki nemet mondani. Tehát meg kell tanulni nemet mondani adott esetben nagyon izgalmas és érdekes kihívásokra is. És az én szakmai életemben ez a fókusz, ez azért változott az elmúlt évek során. Tehát amikor visszajöttem a hosszabb kihagyás után, akkor a saját kutatói karrierem felépítése volt a legfontosabb. Most ez azért már változott. Tehát most már sokkal fontosabbnak tartom azt, hogy a fiatal kollégáimat támogassam, és hogy visszaadjak valamit annak a közösségnek, amely nélkül én nem tudtam volna a saját szakmai karrieremet felépíteni. Nagyon hálás vagyok a női kollégáimnak is. Itt két nevet szeretnék kiemelni, Csutora Mária és Demeter Krisztina szerepét. Amikor hosszabb kihagyás után visszatértem a munkavilágába, megkértem Krisztinát és Máriát, hogy adjanak nekem tanácsokat azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet nőként a szakmai karrierünket, a kutatói karrierünket felépíteni. És azért fordultam hozzájuk, mert ők akkor már nemzetközi szinten elismert kutatók voltak. De a legfontosabb tanács az volt, hogy ne féljek és legyek magabiztos, és hogy higgyem el, hogy korvinuszos női társadalomtudományi kutatóként is lehet valaki nemzetközileg elismert és nemzetközileg látható szakember.